pingvinjárás. Dülöngélve, totyogjál, körbe, körbe, forogjál. Egészen megtelt a szexádi vásártér, ami nem csak annak köszönhető, hogy meg annyi stand és érdekes, interaktív játékos feladatokkal várták az érdeklődőket, de annak is, hogy ugrálóvárral, talmácsi minimotorpályával és érdekes fellépőkkel is készültek a szervezők. A fókusz azért mégiscsak a szakmákon és azok játékos bemutatásán volt. Nagyon régi célunk az, hogy erősítsük a szakmák is megismertetését, erősítsük a pályorientációs tevékenységünket. Nagyon fontos, hogy bemutatkozzanak a partnereink, a duális partnereink, és lássa mindenki azt, hogy szakmát tanulni, az egy jó dolog. Az egy olyan izgalmas dolog tud lenni, ami máshol kevés helyen adatik meg. Ezt fogják megmutatni a partnereink, erre kértük az iskoláinkat is, hogy mindenképpen egy interaktív szakmabemutatóval, egy interaktív tevékenységeken keresztül történjen meg mindez. Horváth István kiemelte, hogy a vállalkozásoknak is nagyon fontos ez a nap, hiszen általában nincs lehetőségük ennyire közel kerülni a fiatalokhoz és megszólítani őket. Ugyanis nagyon nagy gond a fiatalok számára, hogy milyen szakmát választanak. Érződik az, hogy sok a bizonytalanság, és igazából kevés az olyan alkalom, amikor egy helyen van több szakma. Tehát a fiatal számára ezért is ez fontos lehet. Az intézmény számára is fontos, hiszen mind a fiataloknak, mind a jelenlévő vállalkozásoknak, vagy adott esetben a fiatalok szüleinek megmutassa az iskola, az intézmény, hogy milyen lehetőségek vannak. Dr. Beréti Zsolt már köszöntőjében is kiemelte, mennyire fontos feladata a korunknak, hogy a szakmákat újra vonzóvá tegyük. Tehát abban az időszakban, ami az elmúlt 10-12 évben eltelt, és folyamatosan a diplomagyárak dobálták az értéktelenebb diplomákat, akkor azt felejtettük el, hogy gyakorlatilag nincs olyan ember, aki dolgozzon, aki az adott szakmát elvégezze, aki építsen, aki vízvezetéket szereljen, villanyt szereljen, és azt gondolom, hogy ma egy ilyen szakmának az anyagi adottságai simán vetekednek bármelyik diplomáival, és az a fontos, hogy az emberek tudatában és a gyerekekében is megértessük azt, hogy ha valaki szakmát végez, nem egy másodrendű dolog, hanem az elsőrendű dolog, a legfontosabb dolog. Mindenki megtalálhatta tehát a kedvére való elfoglaltságot, a kicsik az interaktív zenés műsoron, a nagyobbak a standoknál, kerékcsereversenyen, légpuskalövészeten vagy fűnyírótraktorozáson. Az esemény ingyenes volt.